Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но и Молдаванка, и Пересыпь обожают Костю моряка. И я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Одесса. Az odeszkai kikötőváros Nagy Katalinnak köszönhetően egy különleges világ volt a 20-as, 30-as évek Oroszországában. Részben nagyszámú zsidó közösség élt itt, részben jelentős tengeri kikötő volt, ahol mindenféle náció megfordult. A kikötő kocsmáinak világát idézte meg a Munkácson született Jávori Ferenc, Fegya, a Budapest Kretszmerben vezetőjének és Dunai Tamás színművésznek közös estje. Különleges világ volt ez, vallják az alkotók, különleges történetekkel és dalokkal, melyek, ahogy Jávori Ferenc mesélte, ma sem tűntek el. Szerte a világban, az orosz közösségekben fellelhetőek. A betegy novosti nyíli, всю ночь мияли маяки, на свадьбу Костину надели, со страшным скрипом башмаки. Исхак Бабел, ezt mindenki ismeri, fantasztikus orosz zsidó író, és ő írta meg a odesszai történeteket. És próbáltunk a Tamással létrehozni azt a légkört, azt a életet, azt a mindenféle nációknak a együttélése egy városba, ahol egy nagyon színes város, nagyon izgalmas város, és a 60-as években bizonyos mértékig tudtam érezni ezt a légkört. Azt tudni kell, hogy a légkör a 20-as években gyakorlatilag igazából a kocsmákba jött létre. Ha valaki valamit akar tudni, hogy mi is történik aznap Odesszába, akkor beült egy ilyen kocsmába, és akkor meghallotta ezeket a dalokat, rögtön tudta, hogy miről van szó. 70 kilométer hosszú tengerpart, hatalmas kocsmák, jó kulturális élet, David Osztrász, Svjatoszláv Richter, komoly, nagy-nagy zenei műveltség, rengeteg zsinagóga, 6-8 nemzetiség együtt, csodálatos pezsgő élet. És hogy miről is szólnak ezek a dalok? Dunai Tamás néhány szóban foglalta össze. Rabló kocsmás, kurvákról, stricikről, szemétládákról egyrészt, másrészt meg arról, hogy az élet olyan, amilyen komplex, összetett. Van itt háborús dal is, van itt sok minden érdekesség. Szóval ilyen nincs, nem lehet besorolni, ha majd látja a műsort, akkor látja, hogy sokkal gazdagabb, mint amit így el lehet mondani. Az est folyamán nem csak Odessa hangulata idéződött föl, hanem az onnan pár kilométerrel lévő Anatevkái is, ami a hegedűs a háztetőmből lett világhírű település. De kapott az este csipetnyi párizsi illatot is, néhány dal elejéig. И попал нечаянно в Эминем. И я лежал в больнице, а Зяма Рабинович с уркой гуляет без меня. И я лежу в больнице, а Зяма Рабинович с уркой гуляет без меня. Ezek a dalok megszülettek, és senki nem tudja, hogy ki írta ezeket a dalokat. Teljesen ismeretlen szerző. Senki nem tudja, hogy ki írta a szöveget. A dalok ott születtek, és azért akartam ezt a légkört létrehozni, hogy nem tudom most azt mondani, hogy egy bizonyos zeneszerző, vagy egy szövegíró mondjuk megírta ezt a dalokat. A közönség dönti el, hogy mi az, ami itt tényleg igazi odesszai, és mi az, ami nem tartozik oda. Gyakorlatilag ezek a odesszai dalok azt lehet mondani, bejártak az egész világot. Ha te elmész New Yorkba, vagy elmész Londonba, vannak ezek a negyedek, ahol orosz kivándorlók élnek, és akkor bemész egy kocsmába, és ugyanazt a számokat, és ugyanazt a dalokat hallod vissza, ami a 20-as években mondjuk született. Voltam New Yorkban, bementem egy igazi orosz étterembe, és rögtön hallom a Szurka nevezető számot, gyakorlatilag mindenki ismeri ezt a számot, és vagy jazz, vagy blues kísérettel,
de ezek a dolgok ugyanúgy élnek szerte a világon. Egy picit olyan ez az odesszaiaknak, mint az amerikaiaknak a blues, mondja Fegya. Benne van egy életérzés, amely semmivel sem hasonlítható össze. Балалайка, сердце сыграй-ка, пусть веселится вместе с тобой.